egyenes folyamánya az, hogy hogyan negligálja a kormány az országgyűlés ellenőrző szerepét és funkcióját. A végére hagytam a 383-as számút, különösen azért, mert ez egy sarokpontja ennek a törvényjavaslatnak, az, hogy a közbeszerzés, egy adott lebonyolított közbeszerzésről az információk mindenki számára hozzáférhetőek legyenek. Mint a korábbi ciklusban a közbeszerzési albizottság vezetőjeként tudom, hogy hónapokat töltöttünk azzal, és kaptunk nagyon sok kritikát azért, hogy ezt szerettük volna a törvénybe beépíteni. Bizonyos részei bekerültek, itt most a képviselő urak ezt nagyon konkrétan megfogalmazták, hogy az információkat hogyan, milyen formába és ingyenesen kell közzétenni, és kihasználva a mai modern informatikai lehetőségeket. Ha valami a fekete gazdaság, a korrupció elleni fellépés eszköze, az a nyilvánosság. És ez a szabály csak erről szól, hogy a nyilvánosságot erősíti, az eltakarást, az elhallgatást. Különös tekintettel az előző vitaszakaszban szerepelt az, hogy egyedi eljárási megoldásokat alkalmazhatnak az ajánlatkérők. Itt ad abszurdum, azt mondanám, hogy az egyedi eljárás az lesz, hogy nincs semmilyen szabály, és történik valami. De abban a pillanatban, ha akár az ajánlat kérőnek a felhívást, az ajánlattevőnek az ajánlatát, a győztes ajánlatot nyilvánosságra kell hozni, azt hiszem, hogy akkor mindenki számára világossá válik, hogy egy korrekt és tisztességes folyamat zajlott le egy adott projekt keretében. Köszönöm szépen a szót, elnök úr! Köszönöm szépen. 2 percre megadom a szót Sejrin Gábor, LMP-s képviselő úrnak. Köszönöm szépen a szót. Egyrészt szeretném megköszönni itt az ajánlási pontok mentén kitartóan haladva a Göndör Istvánnak, ahogy felhívta a figyelmet a néhány módosító javaslatunkra. Valóban már elfelejtettem volna én, és ezt az egyik legjelentősebb módosítási javaslatunknak tartom Siffer Andrással. Ez, mint elhangzott, arra vonatkozik, hogy egy egységes közbeszerzésekre, a közbeszerzési hatóság honlapján létrehozandó és kereshető online adatbázisban tegyünk minden közbeszerzéssel kapcsolatos információt elérhetővé. Azt gondolom, hogy egy olyan alapelv a közbeszerzésekkel kapcsolatban az átláthatóság, amelyen mindannyian egyetértünk, egy ilyen központi nyilvános adatbázis, egy kereshető központi nyilvános adatbázis jelentős mértékben megkönnyíteni nem csak a vállalkozásoknak az, hogy eligazodjanak a közbeszerzések világában, de azoknak az újságíróknak vagy egyéb közbeszerzéseket vizsgálni kívánó szervezeteknek a képviselőit is egy helyzetbe hozná, akik szeretnék jobban átlátni a közbeszerzési folyamatokat. Nem győzöm hangsúlyozni az átláthatóság jelentőségét a közbeszerzések esetében, és valóban, mint elhangzott, egy ilyen online kereshető központi adatbázis, az egy nagyon nagy előrelépés lenne a közbeszerzések átláthatóságát tekintve. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, képviselő úr. Megkérdezem, kíván-e még valaki felszólalni? Jelentkezőt nem látok, ezért a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Megkérdezem államtitkárukat, Halasi Tibor államtitkárukat, hogy most kíván-e válaszolni a vitában elhangzottakra. Jelző, hogy igen, akkor öni a szó, államtitkár úr. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés! Az új közbeszerzési törvényjavaslathoz jóval több mint 100 módosító indítvány érkezett. Ezek jó része szövegpontosító javaslat volt. Ez egyfelől jelzi, hogy önök is fontosnak tartják azt, hogy a nemzetgazdaság szempontjából jelentős eljárási törvény elnyerje jogilag is időtálló koherens formáját. Másfelől arra is utal, hogy koncepcionális alapvető kritikával nem értek a törvénnyel szemben. Ezért nem is kívánom tárgyalni az összes módosító javaslatot, inkább azokat a jellemző kritikákat emelném ki, amelyek a házfala, illetve a szakbizottság előtt elhangzottak.
vagy a szakbizottságok előtt. A törvény kitűzött céljával mindenki egyetért. Igaz, néhányan utaltak arra, hogy a törvény túl sok célt akar egyszerre megvalósítani. Le kell szögezni, hogy ezek, vagyis az átláthatóság megteremtése, az egyszerűsítés, a korrupció visszaszorítása, a kis- és középvállalkozások támogatása, vagy éppen a körbetartozások megszüntetése nem olyan célok, amelyek egymásnak ellent mondanak. Ezek egymást erősítő, egymást kiegészítő szempontok, amelyeket egyfelől elkészített átfogó szemléleti törvénnyel egyszerre lehetne megvalósítani. Már az általános vitában is megfogalmazódott kritika azzal a szabállyal kapcsolatban, amely szerint közzé kell tenni a bontást megelőzően azt, hogy mennyi forrás áll az ajánlatkérő rendelkezésére. Néhányan úgy vélik, hogy ez azt jelenti, hogy az ajánlatkérő kiszolgáltatja magát egy második körös eljárás esetén az ajánlattevőknek. A kormány nem látja ennek veszélyét, az ajánlatkérő ezzel kiszolgáltatottá válna az ajánlatkérőnek. A rendelkezés célja az, hogy ellenőrzött keretek között alkalmazhassa az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánítását, arra való hivatkozással, hogy nem áll rendelkezésére elég fedezet. Ez a szabály hatékonyan szolgálja a korrupció elleni fellépést. Megjegyzem, a lengyel közbeszerzési törvény is tartalmaz ilyen szabályt. A megismételt eljárás esetével kapcsolatban ki kell emelni, hogy egy közbeszerzési eljárás megismétlésére eleve csak olyan esetekben kerül sor, ha valamiért az eredeti eljárás eredménytelennek nyilvánították. Ha az eredeti eljárás éppen azért volt eredménytelen, mert túl magas árajánlatok érkeztek, az ajánlatkérő egyébként is köteles tájékoztatást adni a fedezet mértékéről. Amennyiben az ajánlatkérő az ajánlattevők részül egy ilyen esetleges megismételt eljárásban versenykorlátozó magatartást észlelt, köteles a gazdasági versenyhivatalnál bejelentéssel élni. Egyes képviselők véleménye szerint az a szabály, hogy kötelezően ajánlattevőként kell részt venni a 25%-ba bevont szervezeteknek, hátrányos a kis- és középvállalkozásokra nézve, mert közös ajánlattevőként egyetemleges felelősséget kell vállalniuk. A közös ajánlattevők egyetemleges felelőssége azért indokolt, mert a közbeszerzési eljárásban az alkalmasság igazolásakor az előírt alkalmassági követelményeknek minden esetben együttesen megfelelhetnek. Ez jelentősen megkönnyíti az alkalmasság igazolását a kis- és középvállalkozások számára is, az ajánlatkérő számára azonban az egyetemleges felelősség biztosíthatja a szerződés megfelelő teljesítését. A 25%-os szabály célja továbbá az, hogy a vállalkozó oldalon ne alakuljon ki hosszú alvállalkozói lánc, amely a tartozási lánc egyik fontos forrását jelenti. Többen állítják, hogy az a szabály, miszerint az 1000 fő lélekszám alatti települések esetében a kormány elrendelheti a központosított közbeszerzési rendszerre való kötelező csatlakozást, sérti az önkormányzatok önállóságát. Könnyen belátható, hogy a kisebb önkormányzatoknak extra terhet jelent egy közbeszerzési eljárás lefolytatása, amelyhez egyébként jellemzően nem rendelkeznek a megfelelő szakember állománnyal sem. Ennek a szabálynak a célja éppen az, hogy termentesítse a kisebb önkormányzatokat ezen a téren. A lehet más a politika képviselői szerint a közbeszerzési hatóság kormány alá rendelése jogorvoslat függetlenségét veszélyezteti. Ez nem igaz. Az új törvényben olyan követelményeket teremtettünk, amelyek biztosítják az új szakhatóság munkatársainak szakmai függetlenségét, a közbeszerzések tanácsát felváltó új közbeszerzési hatóság kormányhivatalként működik majd, és ellenőrzési feladatokat is fog végezni, amelyek révén a közbeszerzések kevésbé ellenőrzött területei szakszerű és hozzáértő ellenőrzés alá fognak esni. A hatóság ugyan a kormány alá fog kerülni, de az új törvény biztosítani tudja, hogy a közbeszerzési döntőbizottság és a jogorvoslati ügyekben eljáró döntőbiztosok szakmailag függetlenek legyenek. Az új törvény kimondja, hogy a döntőbizottság szakmailag függetlenül működik, a közbeszerzési biztos nem lehet utasítani a jogorvoslati eljárás, illetőleg határozat vonatkozásában, illetve azt is, hogy a közbeszerzési hatóság felügyeletét ellátó szervet nem illeti meg a közbeszerzési döntőbizottság tevékenysége tekintetében a törvényességi, szakszerűségi, hatékonysági és pénzügyi ellenőrzésre, a szerv döntésének megsemmisítésére, megváltoztatására, a jogorvoslati döntésekkel kapcsolatban jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés joga.
a döntőbizottság tevékenységének függetlenségét, tehát biztosítja a jogszabály. Másrészt a döntőbizottság eljárása jelenleg is a közigazgatási eljárás, a döntőbizottság döntésével szemben a döntőbizottsághoz lehet fordulni, a független bíróságok döntése, tehát a tanácsnak átszervezése esetén is biztosítja a jogorvoslati garanciát. Az is megfogalmazódott már az általános vita során is, hogy a javaslat indokolatlanul kitágítja a korábbiakhoz képest a kivételi körbe tartozó beszerzéseket. Az új törvény egy helyen tünteti fel azokat a kivételi köröket, amelyek minden eljárásra vonatkoznak. A kivételek feltüntetése a jelenleg hatályos törvényben foglaltakhoz képest annyiban változik, hogy egyes olyan esetek, így az in-house beszerzések vagy a törvény hatálya alá nem tartozó közszolgáltatói koncesziók és a központi beszerző szervezettől történő beszerzés, amelyek nem a kivételek felsorolásában szerepeltek korábban, most az egységesség érdekében a kivételi körök sorában jelennek meg. Ezek azonban nem jelentik a kivételek tényleges bővülését, csupán a törvény szerkezeti változásához kötődnek. A nemzeti eljárás rendben a fogvatartottak foglalkoztatásának esete és a katasztrófa helyzetekre vonatkozó beszerzés került új kivételi körként a tervezetbe, amelyek valóban indokolt kivételek kizárólag uniós értékhatár alatt. A javaslat szélesebb körben teszi lehetővé a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazását építési beruházásnál 150 millió forintra emeli fel, az alkalmazás lehetőségét. Jelenleg is lehetőséget ad a hatályos törvény kisebb értékű szerződések esetén arra, hogy 3 ajánlat bekérésével lehessen szerződést kötni. Ez az intézkedés elősegíti az eljárás egyszerűsítését, kisebb adminisztratív terheket fog az eljárásban résztvevőkre róni, és a helyi kisebb vállalkozások bevonásának lehetőségét is megteremti. A statisztikai adatok arra mutatnak, hogy a nemzeti eljárás rendben az ajánlattételi felhívás közvetlen megküldésével induló eljárásokban túlnyomó részben kis 41% és mikrovállalkozások 40% jutottak megrendeléshez. Az új törvény azt is kifejezetten rögzíti, hogy csak akkor lehet élni ezzel az eljárásfajtával, ha mikro, kis vagy középvállalkozást hív fel az ajánlatkérő ajánlattételre. A viták során felmerült, hogy az egyedi eljárásrend kialakításának lehetősége miatt egymásnak akár ellentmondó sok kevésbé szabályozott rendszer jön létre, amely a korrupciónak ad teret. Erre már csak azért sincsen mód, mert az egyedi eljárásrend kialakítása során is szem előtt kell tartani a törvény alapelveit. A törvény garanciális szabályainak érvényesülését a döntőbizottság jogorvoslati fórumként ebben az esetben is biztosítani fogja. A nemzeti eljárásrendben alkalmazható eljárás erényeire ugyanakkor nem tértek ki, pedig az jelentős egyszerűsödést jelent majd a kis- és középvállalkozások számára, és a közbeszerzést közelebb hozza a helyi viszonyok között működő vállalkozások számára is. A kisértékű eljárásokban nem lesz szükség ajánlattevői oldalon speciális szakértelem igénybevételére, az ajánlattételhez a vállalkozások a felhívás alapján meg tudják majd ítélni, hogyan tegyenek ajánlatot. Ez az eljárás típus tehát nem jelent jogbizonytalanságot, hanem egyszerűbb és rugalmasabb szabályokat, kisebb adminisztrációs terheket, miközben garanciás szabályok változatlanul érvényesülnek. Kiegészítésként jegyzem meg, hogy kizárólag áru és szolgáltatás megrendelésekor alkalmazható az egyedi eljárásrend kialakításának lehetősége, tehát a jellemzően építési beruházásokra nem. A közbeszerzések tanácsa által vezetett statisztikák szerint értéküket tekintve a nemzeti eljárás rendben folytatott áru és szolgáltatás megrendelések együtt kb. 10%-át tették ki a közbeszerzéseknek. Ugyancsak az NMP képviselőjétől volt hallható az a kritika, hogy a törvény nem jeleníti meg a zöld szempontokat. A törvényjavaslat tartalmaz arra nézve definíciót, hogy mit kell pontosan fenntarthatósági szemponton érteni, valamint tartalmaz arra nézve lehetőségeket, hogy ezek a szempontok értékelési szempontként, szerződéses feltételként határozhatóak legyenek meg az ajánlatkérő által. A javaslat korlátozás nélkül lehetővé teszi a zöld szempontok alkalmazását az ajánlatkérőknek, amelyet azonban nem tesz törvényi szinten kötelezővé. Ugyanakkor a törvény felhatalmazást ad a kormány számára arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárás valamennyi szakaszra kiterjedő környezetvédelmi, fenntarthatósági és energiahatékonysági követelmények tekintetében előírható részletes szabályokat, valamint a kormány irányítása alá tartozó személyi kör számára, ahol ez lehetséges a környezetvédelmi, fenntarthatósági és
energiahatékonysági szempontok alkalmazásának módját és adott esetben kötelező eseteit rendeletben szabályozza. Mindezeket figyelembe véve a közbeszerzési törvény országgyűlési vitája alapján is jól látszik, hogy a legtöbb kritika abból az elavult szemléletből adódott, amelyet éppen el akartunk az új szabályozással kerülni. Az alapelveket rögzítő új eljárási törvény minden figyelembe véve megfelel az európai normáknak, méghozzá úgy, hogy mindeközben a nemzeti szempontokat is érvényesíteni tudja. Köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, államtitkár úr. A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt Országgyűlés, soron következik a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi 169. törvény módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Az előterjesztés TPR 3636. sorszámon, az együttes bizottsági ajánlás pedig TPR 3636/6. sorszámon megkapták és megismerhették. Tisztelt Országgyűlés, az előterjesztéshez összesen két módosító javaslat érkezett, amelyekre külön-külön nyitom meg a részletes vitát. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, az ajánlás első és harmadik pontjára, amely a központi alrendszer főszámait, illetve a PSZÁF befizetését változtatja meg. Megkérdezem, kíván valaki felszólalni? 6 perces időkeretben igen, megadom a szót Seirin Gábor képviselő úrnak, LMP. Köszönöm szépen a lehetőséget, megígérem, nem töltöm ki a 6 percet, de ha már így itt vagyunk, és egy ilyen élénk vitát folytatok, és üdvözlöm államtitkár urat, jó látni önt itt a parlamentben. Szeretnék reagálni egyrészt Nikos Lászlónak a javaslatára. Alapvetően az irányon egyetértünk, a PSAF-nek valóban lenne tere határozottabb költségvetési befizetésekre, ugyanakkor ehhez egy határozottabb pénzügyi szabályozás is kellene, amire építve meg tudja tenni ezt a kiterjedtebb bírságolási tevékenységet. Enélkül ennek a módosító javaslatnak így inkább pénzbehajtás szaga van, semmint hogy koncepcionális módosítást tudna hozni, ezért mondom még egyszer, maga az alapirány az kedvünkre való, de viszont ebben a formában attól tartok, hogy csak egy egyszerű pénzbehajtás lenne. A másik módosító javaslat pedig, ami mondjuk a második ajánlási pontot is érinti, az pedig a MOL részvények vásárlásával foglalkozik, annak a hiányát vezeti be gyakorlatilag az államháztartás központi alrendszerébe. Szeretném ezúton is elmondani, hogy nem támogatjuk ezt a módosító javaslatot, nem, mint ahogy azt sem támogatjuk, hogy most 2011 közepén, amikor a megszorítások tetőfokán vagyunk, vagy hát ki tudja, mi jön még, akkor a kormány kétes célok által vezérelve 500 milliárd forintot költsen el MOL részvényekre. Az energia függetlenség javítása az valóban egy fontos szempont, egy értékelhető szempont. Még azt is mondanám, hogy hosszú távon akár a MOL részvények államosítását is egy támogatható javaslatnak tartjuk. Ugyanakkor hát legalábbis sajátos a helyzet, hogyha azt vesszük, hogy a kormány egyik legfőbb célkitűzésének az államadóság elleni háborút tartja, és az egyik legfőbb közellensének az államadóságot tartja, akkor ilyen egyszerűen költ el közpénzekből a hiány növelően 500 milliárd forintot a MOL részvényekre, még hogyha tudom, hogy itt külön vitában is merülhetünk bele arról, hogy ez pénzügy technikailag pontosan hogyan is fog kinézni, minden esetre a tény az tény, hogy ez 500 milliárd forintba kerül, mondjuk összehasonlítva ezt azzal az 1000 milliárddal, amit idén a kormány államadóság csökkentésre tudott fordítani, akkor azt látjuk, hogy nagyjából a fele az 1000 milliárdnak 500 milliárd, ami elment MOL részvényekre. Ugye ez az 1000 milliárd a nyugdíjainstantból származó bevétel volt, ezt is sokkal hatékonyabban lehetett volna felhasználni, hogyha nem költenek el
idén és jövőre nagyjából ezzel megegyező nagyságrendben folyó kiadásokra ebből a nyugdíj enstandból. Visszatérve a MOL részvényekre, ez egy nagyon tetemes összeg, ami idén ebben az államháztartási helyzetben, amikor néhány milliárd forintért egész társadalmi csoportoknak mennek neki, amikor néhány 10 milliárd forintért közszolgáltatások biztonságos működését lehetetlenítik, amikor néhány milliárd forintért például a környezetvédelmi hatósági rendszert gyakorlatilag padlóra küldik azzal, hogy a költségvetésük egyharmadát megvonják, akkor nem nagyon értem, hogy honnan sikerült pénzt találni erre az 500 milliárdos akcióra. Na, ezt szerettem volna elmondani, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát lezárom. Megnyitom a részletes vita második szakaszát, az ajánlás második, negyedik és ötödik pontjaira, amelyik az államháztartás központi alrendszerének főösszegét megváltoztatja, és ezt az egyes és kettes számú mellékleteken átvezeti. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni? Igen, megadom a szót Göndör István képviselő úrnak, Magyar Szocialista Párt. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt képviselőtársaim, tisztelt államtitkár urak. Régóta vártuk, de most már a kezünkben van az első olyan dokumentum, amivel tényszerűen lehet bizonyítani, hogy mely miniszterek és mely bizottság elnökök és képviselők nem mondtak igazat itt a ház falai között, akkor, amikor szó szerint azt mondták, hogy a MOL részvény vásárlás, és ebben Fellegi miniszter úr állt az élen, nem érinti az államháztartás hiányát. Tisztelt képviselőtársaim, az az indítvány, amelyet Dancsó képviselő úr benyújtott, ez ilyen szempontból a kormány hitelességét is meglehetősen alássa, mert itt feketén-fehéren azt lehet látni, hogy bizony úgy, ahogy mi ellenzéki képviselők ezt a korábbi vitákban elmondtuk, a MOL részvényvásárlás az államháztartás hiányát növeli. Tehát ez a közel 500 milliárdos összeg, ez az államháztartás hiányát növeli. Úgy, ahogy Sering Gábor képviselő úr már az első vitaszakaszban utalt erre és elmondta, az, hogy a pénzügyi tranzakció hogy szerepel, szóval akkor azt hiszem, hogy már megnyílik előttünk az a lehetőség, hogy eme indítvány kapcsán azt mondjuk, hogy az Orbán kormány meglehetősen trükközik. És ami nagyon érdekes, a hozzá kapcsolódó négyes indítvánnyal így nincs gond, mert összhangban van, de hogy az ötös, hogy milyen mértékben próbálják meg a képviselőket és a sajtót, vagy bárki, aki érdeklődik, félrevezetni és átverni, az mutatja azt, hogy a teljes kettes számú mellékletet változtatná meg a képviselő úr látszólag, ami összesen mindössze két sor. Tehát ahhoz valakinek az összeset át kell nézni, hogy kiderüljön, hogy sehol máshol nincs változás, mint csak az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások. Itt szerepel ez az 500 milliárd forintos MOL részvényvásárlás, és nyilván a kiadások növekedését. Tehát államháztartási hiány növekszik eme indítvány kapcsán egy olyan tranzakció miatt, ahol 21%-nyi részvényt vásárolt a Nemzeti Együttműködés kormánya mindössze 10%-os szavazati jogért, és egyfolytában azt hangoztatta a miniszter úr, hogy erős befolyása lesz a MOL-ban. Én kíváncsi lennék, hogy 10%-kal mekkora befolyása lesz. Tehát ebből megint csak az látszik, hogy előbb-utóbb ennek a részvénynek egy jelentős részét a kormány nyilván akkor, amikor majd megszorul, piacra dobja. Arról már nem akarok beszélni, mert akkor az általános vitát hoznám vissza, hogy ennek az 500 milliárd forintnak hány helyen lett volna még helye. De szeretném azt megkérdezni államtitkár úrtól, hogy egyéb más tételek, amelyekről a ház döntött már, vagy éppen dönteni készül, és miután már a részletes vita szakaszában vagyunk, azokat vajon majd zárószavazás előtti módosító indítvánnyal teszik be, gondolok itt a népegészségügyi címszó alatt bevezetendő adóbehajtási termékadóról.
Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Köszönöm szépen, képviselő úr. Mivel több felszólaló nem jelentkezett, a részletes vita e szakaszát és a részletes vita egészét lezárom. Megkérdezem államtitkár urat, hogy most vagy a határozathozatal előtt kíván válaszolni a vitában elhangzottakra, majd később. Köszönöm szépen. A benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt országgyűlés, soron következik az egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat részletes vitája. A mezőgazdasági bizottság önálló indítványát TPR 3649. sorszámon, a gazdasági és informatikai bizottság ajánlását pedig TPR 3649/5. Sorszámon megkapták és megismerhették. Tisztelt országgyűlés, a bizottság ajánlás egy pontot tartalmaz. Megnyitom a részletes vitát az ajánlás első pontjára, amely a termőföld és a tanya eladásának szabályait módosítja. Megkérdezem, kíván-e valaki felszólalni 6 perces időkeretben, vagy akár 2 percben, vagy akár 1 percben. Jelentkezőt nem látok, ezért a részletes vitát lezárom. És nyilván az előterjesztő sem kíván most megszólalni. Tisztelt országgyűlés, a benyújtott módosító javaslatokról várhatóan következő ülésünkön döntünk. Tisztelt országgyűlés, soron következik a népegészségügyi termékadóról szóló törvényjavaslat részletes vitája. Kovács József és Font Sándor, Fidesz képviselőurak önálló indítványát a TPR 3652. sorszámon, az együttes bizottság ajánlást pedig TPR 3652/24. Sorszámon megkapták és megismerhették. Tisztelt országgyűlés, a bizottsági ajánlás összesen 28 pontot tartalmaz. Indítványozom, hogy a módosító javaslatokat a törvényjavaslat szerkezeti rendjére figyelemmel 2 szakaszban vitassa meg az országgyűlés. Felkérem jegyzőurat, ismertesse a javasolt vitaszerkezetet. Tisztelt országgyűlés! Az ülésvezető elnök azt kezdeményezi, hogy az első vitaszakaszban az ajánlás 1-től 13. terjedő pontjai szerepeljenek, amelyek az adójogviszony tartalmi elemeit módosítják. A második vitaszakasz a 14-től 28-ig terjedő pontokra nyílik meg. Ezek eljárási szabályokat és a hatályba lépés rendjét módosítják. Köszönöm szépen, jegyző úr. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, egyetért a javasolt vitaszerkezettel. Kérem, kézfelemeléssel szavazzanak. Látható többség. Köszönöm, megállapítom, hogy az országgyűlés az indítványomat elfogadta. Kérem a felszólalni kívánó képviselőket, hogy felszólalások kezdetén jelezzék, hogy a bizottság ajánlás melyik pontjaihoz kívánnak hozzászólni. Megnyitom a részletes vita első szakaszát, az ajánlás 1-től 13-ig terjedő pontjaira. Megadom a szót Göndör István, MSZP-s képviselő úrnak 6 perces időkeretben, de akár 2x6 percet is igénybe vehet, képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. 2x6 perccel nem élnék, de mivel az indítványok, amiről beszélni akarok, a második vitaszakaszban is vannak, tehát kénytelen leszek újra szót kérni. Tisztelt elnök úr, tisztelt államtitkár úr, én nagyon nagy sajnálattal veszem tudomásul, vagy nem teszem, inkább megkérem az államtitkár urat, hogy a 6-os ajánlási pont, ahol Koncz Ferenc képviselő úr tett kísérletet arra, hogy amiről az általános vitában tegnap beszéltünk, legalább az, hogy adjunk esélyt arra, ahol a jó minőségű kakaó tartalom bizonyos értékhatárt elér, azok a termékek kerüljenek a kivétel alá. Én azt gondolom, hogy ez kellene. Én azzal, hogy ezt nem támogatják, én ebből azt érzem, hogy valaki kiszámolta, hogy ebből mennyi adót lehet beszedni, és ez punktum, aki bárki bármit akar, nem megy másképp. A 12-es pont, valójában nem kéne erről beszélnem, hanem hátradőlni és türelmesen megvárni, hogy majd egy idő után mi történik.
de mivel államtitkár úr tegnap más vonatkozásban beszélt az általános forgalmi adóról, államtitkár úr, én ajánlom az ön figyelmébe, amit koszorús képviselő úr tett, az bizony már előrevetíti azt, amiről én beszéltem, hogy mit jelent az áfa módjára való elszámolás ennél a törvényjavaslatnál, arról nem is beszélve, hogy szerintem a fél világ fog rajtunk röhögni, hogy valaki megveszi a gyártónak a termékét, és aztán majd nem exportálja, hanem valamilyen más ágon értékesíti, és akkor 8 napon belül értesíti a gyártót, hogy a gyártó fizesse meg az adót. Azt hiszem, hogy erről önállóan lehetne egy általános vitát, de ha önöknek ez az adózókról alkotott véleménye, ez az